Gyakran hallani, hogy a járvány ide vagy oda, az összhalálozás nem csökkent sem Magyarországon, sem a világban. Rögtön mondom, hogy vannak ebben a kijelentésben részigazságok. Azt vizsgáltuk meg nagyon alaposan, hogy vannak ellentmondások a számok mögött, és ilyen válságos helyzetben szabad-e hinni a halálozási statisztikáknak. Szombat reggel van, amikor ezt a szöveget éppen írom. Kijöttek a friss számok, több mint 1300 új fertőzött és 20 halott. Napok óta így megy, sőt inkább hetek óta. Ezen a héten szombat reggeli 96-an vesztették életüket a koronavírus járványban. Összesen már 933-an. A koronavírus.gov.hu-n nézem az adatokat. Végbéldaganat, magas vérnyomás, szívelégtelenség, övsömör, krónikus tüdőbetegség, hasisérv. A legtöbb elhunytnak volt valamilyen társbetegsége. Mivel ezen az oldalon nem bontják le korcsoportokra, a számokat én megtettem. 73-60 év alatti ember halt bele a koronavírus fertőzésbe Magyarországon eddig. 73 fiatal, nem krónikus beteg. A legfiatalabb közülük mindössze 21 éves. Ha nincs koronavírus, akkor körülbelül 130 ezeren halnak meg évente Magyarországon. Havonta körülbelül 10 ezeren, naponta 300-350-en. Ha úgy számolunk, hogy a napi 20 körüli halálozási szám az azt jelenti, hogy az elhunytak közül mindannyian életben maradtak volna, ha nincs a járvány, akkor a napi átlagos 350-hez képest körülbelül 6%-os halálozás szám növekedés mutatható ki. Viszont a legtöbbször azok a betegek halnak meg az új típusú koronavírus fertőzésben, akik valamilyen társbetegségben szenvednek, és itt kiemelt helyen van a szív- és érrendszeri megbetegedés, amelyben koronavírus járvány nélkül is évente több tízezren halnak meg. A betegekben egy olyan állapot rosszabbodás lép föl, amely a COVID következtében jelentkezik, de összességében nem jelentős mértékben csökkentik le ezen betegeknek a halálozását, vagy nem jelentős mértékben csökkentik le ezen betegeknek a várható élettartamát, mert valójában már súlyos megbetegedésben szenvednek. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy ezek a általában 65 év feletti, 75 év feletti, sőt sok esetben 85 év feletti idős emberek olyan társbetegséggel rendelkeznek, amire ez a COVID 19-es fertőzés már túlságosan nagy terhet tesz, és ez a teher együttesen a beteg számára már nem elviselhető, és okozza a betegnek az úgynevezett alapbetegségből adódó megbetegedésének a fokozatos romlását, és végül halálát. Én láttam ebben az évben a valamennyi hónap halálozási adatait összehasonlítva az előző 10 év adataival, és azt kell mondani, hogy a 2020-as halálozási adatok a kifejezetten jó évek halálozási adatait köszönik vissza. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyértelműen a legalacsonyabb halálozási adatokat kapjuk havi lebontásban. Ez valószínűleg azért van, mert az első hullám során egy relatíve kicsi járvány volt. Ott az úgynevezett arányosnak, magasnak tűnő halálozás valójában egy kis közösségi járvány következtében a kórházban megjelenő, egyébként összességében 1 millió lakosra vonatkoztatva alacsony halálozást eredményeztek. Az elmúlt években átlagosan 60 ezer ember halt meg szív- és érrendszeri megbetegedésben. Több mint 30 ezeren daganatos betegségben, 8 ezeren légzőrendszeri megbetegedésben, közúti balesetben 1300-an, több mint 1500-an követtek el öngyilkosságot, ami pedig érdekes adat, hogy fertőző betegségben 2018-ban összesen 728-an haltak meg, ami azt jelenti, hogy a koronavírusban, ami ugye fertőző betegség, már most többen haltak meg, mint 2018-ban összesen. Én csak azt tudom mondani a legfontosabb üzenetnek, hogy az igaz, hogy a halálozás az nem nagyon magas, tehát egy súlyos lefolyású influenza járvánnyal azonos, de mivel gyakorlatilag mindenki megkaphatja, ennek következtében végül is sok súlyos betegséget és halálozást okozhat. Éppen ezért nagyon is javaslom azt, hogy
ha lehet, mindenki kerülje el ezt a betegséget. Tehát a legbiztosabb védekezés, a legjobb kezelése a betegségnek az, hogyha megelőzzük. A 100 ezer lakosra számított megelőzhető halálozás a visegrádi országok közül Magyarországon a legtöbb, 385. Ez azt jelenti, hogy ha a teljes lakosságra vetítve nézzük az adatokat, akkor csaknem 40 ezeren veszítik életüket Magyarországon úgy, hogy megelőzhető lett volna a haláluk. Évente több mint 20 ezer 50. életévét betöltött ember nem éri meg a nyugdíjkorhatárt. Ferenci Tamás tagja annak a 15 fős kutatócsoportnak, akik a járvány magyarországi megjelenése óta folyamatosan nyomon követik a statisztikákat, és jelentéseket írnak a minisztériumnak, illetve az operatív törzsnek is. Így ő pontosan tudja, hogy mi lehet az oka annak, hogy hiába van világjárvány, hiába halnak meg most már sajnos nem túlzás azt mondanom, hogy 20 naponta a koronavírusban Magyarországon. A halálozási mutatókban ez mégsem látszik meg. Az, hogy az összhalálozás az egy nettó mutató. Tehát minden létező hatást egybe mér. Belemérjük azt, hogy megnőtt a halálozás, ha tényleg így van a járvány miatt, de belemérjük az indirekt hatásokat is. Mondok egy példát. Milyen lezárást csináltunk tavasszal, az teljesen biztos, hogy jót tett az összes légúti kórokozónak is, majd a megelőzésének jót tett. Tehát biztos, hogy csökkentette az influenzás halálozásokat is. Vagy tudok mondani viccesebb, de valós példát. Biztosan jót tett az autóbaleseteknek is, és az abban meghalók számának is. Tehát azokat meg csökkentette. És ezt nem tudjuk elkülöníteni, ezt a kettőt összeméri a mutató, de összeméri a negatív indirekt hatásokat is. Elképzelhető például, ettől erősen félünk is, hogy az egészségügyi rendszer leállítása, vagy részben leállítása, beavatkozások elhalasztása, szűrővizsgálatok megnehezedése, leállása, ez meg emberek életébe került. Nem fogjuk tudni kimutatni most konkrétan az övébe, de megnöveli a halálozást. Illetve az is egy magyarázat, hogy mindenkinek egy halál oka lehet. Ez adminisztratív kérdés, így számolják el a halálozást Magyarországon is, de egyébként mindenhol máshol is. Van egy idős hölgy, aki szívbeteg, cukorbeteg, de elkapta a vírust is. Így a halálokok között annak kellene szerepelnie, hogy 32%-ban a cukorbetegsége miatt, 41%-ban a szívbetegsége miatt, 27%-ban a koronavírus miatt hunyt el. Ehhez képest vagy a koronavírus, vagy a szívbetegség, vagy a cukorbetegség kerül be a statisztikába, mint halálok. Az, hogyha valaki 70 évesen, szívbetegen, rákosan, cukorbeteg, stb. Meghal a koronavírusban, az nem ugyanaz, mint egy makkegészséges 25 évest viszel. De ha a haláloknak soroljuk, a kettő látszólag ugyanaz. Tehát ebben az irányban is tévedhetünk, de tévedhetünk a másik irányban is. Valaki meghal, hát igen, nagymama, sajnos már a szíve amúgy is tudjuk, hogy rossz volt, kutya le nem teszteli rossz esetben a fertőzés, és soha nem tudjuk meg, hogy igazából abba halt bele. Ilyen tévedés is van. És ezért érdekes a többlethalálozás. Sokan az influenzával hasonlítják össze még mindig a koronavírust. Erre is mondom a számokat, hiszen azt hiszem mindig ezek a legmeggyőzőbbek. A koronavírusnál jelen statisztika szerint minden 100 súlyos fertőzöttből 3 meghal. Az influenzánál viszont 1000-ből csak egy beteg. Amerikában például már most több ember halt meg a koronavírusban, mint az elmúlt 5 szezonban összesen influenza miatt. Egy influenza szezonban világszerte körülbelül 4-500 ezeren halnak meg. Koronavírusban ugye már több mint 1 millióan haltak meg a világban. Pontos adatok nincsenek arra vonatkozóan, hogy hányan halnak meg évente konkrétan az influenza miatt Magyarországon, de ha az összes légzőrendszeri megbetegedést nézzük, akkor ez a szám 8000 körül van. Másik fontos különbség. Az influenza egy régóta ismert betegség. Tudjuk, milyen gyógyszert kell rá szedni, van ellene oltóanyag. A Covidról ezek közül egyet sem mondhatunk el. Felegi Tamás gazdasági újságíró volt az, aki összegyűjtötte, hogy pontosan hányan halnak meg a világon és miben a legtöbben. És ugyanezt a statisztikát elkészítette Magyarországra vonatkozóan is. Mivel a magyarországi számokat már ismertettem, ezért most jöjjenek a nemzetközi adatok. Vannak ugyanis olyan országok, ahol már most egészen elképesztően beleszólt a halálozási mutatókba a koronavírus járvány. Amit nagyon érdekesnek találtam, az Amerika. Ott 2.700.000 ember az átlagos halálozását, tudjuk, hogy ott 200.000 fölött van tulajdonképpen. Olaszország, ahol ugye nagyon rosszul nézett ki a helyzet tavasszal, és most is félnek ettől, ott 633.000 ember halt meg 2018-ban, és ehhez képest azt hiszem, hogy 30-36.000 a... Ez ugye, hát ez meglehetősen sok. Ha azt nézzük, hogy a világon összesen évente körülbelül 57 millió ember hal meg, és a koronavírusban eddig több mint 1 millióan, akkor az már az összhalálozás csak nem 2%-a.
Az 57 millió halálesetnek a fele 70 év feletti, 18 millióan szív- vagy keringési betegségben halnak meg, közel 10 millióan daganatos megbetegedésben, 6,5 millióan légzőszervi betegségekben, ebből 2,5 millióan tüdőgyulladásban. Közúti balesetben 1,2 millióan, öngyilkosságot pedig világszerte átlagosan 800 ezeren követnek el. Kockázati tényezők ugye minden betegségnél vannak, ezek azok az egészségkárosító tényezők, amelyek nagyban képesek hozzájárulni ahhoz, hogyha például egy amúgy is súlyos betegségben szenvedő ember megkapja a koronavírust, akkor nagyobb eséllyel végződjön a betegség halállal. Ezek a magas vérnyomás, dohányzás, cukorbetegség. A magas vérnyomást és a cukorbetegséget egyébként a koronavírus.gov.hu-n szinte mindegyik elhunyt mellett olvasni lehet, mint társbetegség. Nyugaton tényleg láttunk olyan eseteket, hogy a sok éves átlaghoz képesti többlethalálozás, mennyivel nőtt meg, az lényegesen nagyobb volt, mint a hivatalos statisztikában szereplő koronavírusba belehaltak száma. Ami azt gondoljuk, hogy azért van, mert egy részüknél ki nem derült, hogy ez a koronavírus szerepet játszott. Ott nem tartunk szerencsére, és nagyon reméljük, hogy ne is tartsunk ott, hogy az összhalálozási statisztikában meglátszódjon a járvány. De valóban vannak országok, ahol annyira katasztrofálisá vált a helyzet, hogy már az összhalálozási statisztikát is érezhetően megemelte a koronavírus járvány. Ezt Magyarországon is nyomon követjük. Tehát nézzük azt, hogy a sok éves átlaghoz képest változik-e a halálozások száma. Egy brit egészségügyi szervezet készített egy kutatást, amely kimutatta, hogy kinek mekkora esélye van a túlélésre, ha elkapja a koronavírus járványt. Ez szerint a 75 évesek közül minden 25. ember veszíti életét, 80 felett minden hetedik, 90 felett viszont már minden negyedik ember immunrendszere feladja a küzdelmet a vírussal szemben. A hazai szakemberek azt mondják, hogy ha a koronavírussal kapcsolatos fertőzési számok még inkább megugranak, akkor egész biztos, hogy az már hatással lesz a halálozási mutatókra. Is. Reméljük, nem így lesz. A heti naplóban Török Réka riportját látták. Még az is tény, és ezt is sok forrásból tudjuk, hogy a kórházakból már is elfogyott a legfontosabb vírus ellenes gyógyszer. Egyelőre semmilyen forrásból nem pótolják, mert nincsen elfogyott. Ennyit a felkészülésről. Most a betegek nem kapják, a súlyos betegek sem ezt a bizonyos Remdesivir nevű készítményt.